Felújítást követően teljesen megújult környezet várja szeptembertől a Templom utcai óvodába járó gyerekeket. Támogatott autóvásárlás, jelentős segítséget kaphatnak a gépjárművásárlás előtt álló mozgáskorlátozottak. Pofonváltás a ringen kívül. Gálos Rolandtól a Honi Szövetség elvette az olimpiai kijutás lehetőségét, a sportoló fontos döntések előtt áll. Köszöntöm nézőinket, a Bajai Televízió híradója már is kezdődik. Az utolsó simításokat végzik Szent Istvánon a Templom utcai óvodában. Az épületet a nyári szünetben teljes egészében felújították, már csak apróbb munkálatok vannak hátra. A héten már a műszaki átadás is megtörtént. Rá sem lehet ismerni a Templom utcai óvodára, így nézett ki néhány hónappal ezelőtt, és így fest most. A nyári szünetben új tetőt, hőszigetelést és nyílászárókat kapott az épület. Az intézmény azonban nem csak kint, hanem bent is teljesen megújult. Kicserélték a villamos hálózatot és a fűtési rendszert, a burkolatokat és a parkettát. Az elvégzett munkát szerda délután a városvezetői is megtekintették. Mint ahogy itt a műszaki vezetők elmondták, a műszaki átadás átvétel rendben történt meg, tehát a menetrend szerint végeztünk az óvoda felújításával. Hát ilyen, mint ami ilyenkor szokásos, kisebb-nagyobb hiánypótlásokra még majd sor kerül, de a tájékoztatás szerint a jövő héten igénybe, birtokba vehetik az óvodát a Szent Istváni kisgyerekek, nevelők. Bár a felújítást végző cég munkatársai lassan teljesen befejezik a munkát, az üres szekrények és a csoportszobákban felhalmozott dobozok jól mutatják, hogy még lesz mit csinálni. Nekünk, mint dolgozóknak, óvónéniknek, dajkanéniknek van nagyon nagy feladatunk, hiszen hétfőtől visszakerültek a bútorok, és nekünk be kell rendezni az óvodát, de abban biztosak vagyunk, hogy jövő héten csütörtöktől nyitott kapuval és szeretettel várjuk az óvodásainkat. A lemosott játékok még ugyan a folyosón hevernek, de hamarosan azok is a helyükre kerülhetnek. Szeptember 1-től 97 kisgyerek kezdi meg az évet az intézményben. Remélhetőleg nem csak a játékok, hanem a megszépült óvoda is örömmel tölti el őket és szüleiket. Furcsa számlákat vehetünk a kezünkbe ezekben a napokban. A Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Tájékoztatót adott ki, amely szerint technikai problémák miatt a második negyedévre vonatkozó számlák kézbesítése a fizetési határidő lejártát követően fog megtörténni. Ezáltal a számlák fizetési határideje a készhezvételtől számított 15 nap, függetlenül a számlán feltüntetett fizetési határidőtől. A fenti okok miatt a késedelmi kamat, illetőleg a járulékos költségek felszámítására a módosított fizetési határidőt kell figyelembe venni, közölte az FBH. Szeptember 30-áig pályázhatnak a közlekedésükben akadályozottak anyagi támogatásra személygépkocsi vásárlásához. A jogosítvánnyal rendelkezők önállóan, míg a többi igénylő a szállítást végző nyilatkozatával együtt nyújthatják be a kérelmet. A támogatás felhasználására a pályázat elbírálásától számítva 3 hónap áll majd a kedvezményezettek rendelkezésére. Ha hátra húzod, akkor gázt ad, ha előre tolod, akkor fékez. Janicsák Gábor azt mutatja, hogyan lett átalakítva számára az autó. A bajai fiatal 6 éve szerezte meg jogosítványát, de ritkán ül a kormánynál, mivel a ki- és beszálláshoz segítségre van szüksége, viszont a sok gyakorlásnak köszönhetően biztonságosan közlekedik egyedül is. Az autót néhány évvel ezelőtt támogatással tudták megvásárolni, és Gábor ezzel tette le a vizsgát is. Győrbe alakították át. Nagyon rendesek voltak a győri emberek is, mert tényleg reggel elvittük az autót, és estére már el is hozhattuk. Egy ilyen speciális kart szereltek bele, amit, hogyha hátra húzok a kart, akkor gázt ad, hogyha előre tolom, akkor megfékez. Ehhez egy automata autó kellett, és anyuék szerencsére ezt megszerezték, ezt az automata autót, hogy meglegyen a jogosítványom.
A mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun megyei egyesületének munkatársa rutinos mozdulatokkal száll be autójába. A hely szűkössége miatt viszont ez nem túl egyszerű, hiszen miután beült a sofőrülésre, utána még össze kell csuknia a széket és beemelni azt a túloldalra. Az autó vásárlásához a mozgásukban korlátozottak új gépjármű esetében 900 ezer forintot igényelhetnek, viszont csak egy adott márkát választhatnak, ami a tapasztalatok alapján nem a legkényelmesebb számukra. Az 5 évesnél fiatalabb használt autókra pedig 600 ezer forint jár. A támogatáshoz viszont hitelt kell felvenni, annak is, aki rendelkezik a szükséges összeggel. Nagyon kevés olyan ember van, aki megbírja finanszírozni az új autó és a támogatás közötti részt, hisz ezek 30-45 ezer forintos támogatásból élnek ezek az emberek, és ha felvesznek egy banki hitelt, ugye, mert az szinte kötelező, ennek nagyon nehéz a fizetése, hogy ők ezt tudják folyamatosan fizetni, és sokan belemennek abba, hogy bizony vissza kell adni a gépjárművet. Bács-Kiskun megyében eddig 20-30 új járművet tudtak vásárolni támogatással a mozgássérültek. Közülük viszont nem mindenki használja az autóját, mivel a több 100 000 forintos átalakításhoz már nem kaptak segítséget. Az idén egyébként a jogosultak köre bővült. A mozgássérültek mellett már az értelmi fogyatékosok, autisták, látás- és hallássérültek is igényelhetik a támogatást. A pályázatot szeptember 30-áig lehet beadni a szociális és gyermhivataloknál. Elindultak a nagy útra a fehér gólyák. Az országban élő madarak egy része már nekivágott az útnak, míg másik részük most készül fel az indulásra. Baja környékén is több fészek már üresen áll, ezzel folytatjuk hamarosan. Szebbek és gazdaságosabbak lesznek a bajai társasházak. A panelprogramnak köszönhetően egyre több lépcsőházat korszerűsítenek kívül-belül, ami nem csak esztétikailag fontos. Az újvárosi részen sok helyen hamarosan befejeződik a nyílászárók és a fűtésrendszer cseréje, így az ott élők már egy költségkímélőbb lakásban várhatják a rossz időt. A korszerűsítési program végső szakaszához érkeztek több Kodály utcai lépcsőházban is. Az Otthon Melege program keretében 2015. április 30-áig kellett benyújtaniuk a lakóknak pályázatukat a teljes körű felújításra. Ezt sikeresen el is nyerték, így 50% önrészsel és ugyanennyi állami támogatással megkezdődhettek a munkálatok. Szent Györgyi János, a társaság közös képviselője elmondta, hosszú út végére érkeztek a napokban, de megérte belevágni. Ez egy komplex felújításnak minősül. A legfontosabb része ennek a fűtés korszerűsítés, hiszen minden lakás egyedi fűtő, egyedi mérőberendezéssel lesz ellátva. A régi egycsöves rendszer két csövesre cserélődik. A lakók nem fognak egymástól fűtésileg függeni. Természetesen ehhez hozzátársul a külső homlokzat szigetelés, illetve a nyílászárók cseréje is. A program lakásonként körülbelül 1,5 millió forintjába került az itt élőknek, tudtunk meg a közös képviselőtől. A felújításnak pedig a lakók is nagyon örülnek, hiszen így a jövőben kevesebb rezsiköltségre számíthatnak majd. Ebben a lakásban már el is készültek az új nyílászárók, még a fűtés korszerűsítés van hátra. A tulajdonos, Szecsei József elmondta, régóta szerette volna már ezt a felújítást, amelynek több előnye is lesz rájuk nézve. Tudjuk mi szabályozni a fűtést. Hát ugye ez azért óriási dolog, mert eddig, ha nem voltunk itt hol a fűtési idényben mondjuk 2 hétig, akkor is ugyanannyit fizettem, mert nem lehetett szabályozni a fűtést. Most pedig majd lehet. Újdonság a régi programhoz képest, hogy a legalsó szint mennyezetét és a tetőt is hőszigetelik. Így akár 70%-kal csökkenhet a lakás rezsiköltsége. Betörő után nyomoznak a bajai rendőrök. Bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint ismeretlen elkövető 2016. március 27-én 6 óra és 8 óra között bement az egyik tataházai cég irodájába, és onnan ellopott egy laptopot és egy szekrényt, amiben egy hozzávetőleg 200 ezer forintot tartalmazó lemezkazetta volt. A bűncselekményt az egyik biztonsági kamera rögzítette. A bajai rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki felismeri a felvételen látható férfit, illetve a személyével kapcsolatban információval rendelkezik, haladéktalanul jelentkezzen személyesen vagy telefonon a bajai kapitányságon.
Javában tart a Magyarországon élő fehérgólyák vonulása. Az első csapatok már elhagyták az országot, másik részük pedig a táplálkozó helyeken tartózkodik és készül az útra. Az eddigi tapasztalatok alapján a madarak augusztus második felében kezdenek el gyülekezni, az utolsó példányok pedig a hónap végéig hagyják el hazánkat. A legtöbb fészek már üresen áll Baján és környékén. Az egyik meggyűrűzött idei fióka például már 10 nappal ezelőtt Bulgária déli részén járt. Egy másik, hazánkban megjelölt példány pedig Afrikáig jutott, de még néhány ezer kilométer vár rá, hogy elérje a telelőhelyét. A fehérgólyák a hónap második hetében gyülekeznek a különböző táplálkozóhelyeken, és augusztus 20-a körül hagyják el a térséget. A szakemberek Szekszártól az ország határig több mint 50 pár fehérgólyát tartanak számon. Baja környékén több gyülekező helyet is megfigyeltünk a kollégákkal. Egyik az például Baja és Bokot közötti szántóterületeken volt, ott 50-60 példányt is lehetett egyszerre megfigyelni a hajnali órákban, illetve Bajától északra Érsekcsanád fölötti részeken néhány tucatnyi madár szintén megfigyelhető volt néhány napig. A tavaszi fészekfoglalás jó eredménnyel zárult. Több új fészket is találtak, és átlagban 3 fióka cseperedett fel fészkenként, ahogy a korábbi években is, összegezte az évet a szakember. Az időjárás nem befolyásolta lényegesen a madarak életét, de más problémával folyamatosan szembe kell nézniük, tette hozzá Móroc Attila. Országos jelentőségi probléma, hogy a fiatal, éppen kirepülő madarak még bizonytalanok a repülésben, kis tapasztalattal bírnak, és előszeretettel keresik fel a magas vagy a középfeszültségű oszlopokat, amelyeken legtöbbször halálos áramítést kapnak. A térségben a Kiskunsági és a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak köszönhetően mintegy 100-150 fióka kapott gyűrűt, és ezeknek mintegy 10%-a már el is pusztult áramítés következtében, fűzte hozzá a természetvédelmi őr. A szakemberek az adatokat a Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez továbbítják, amelynek az internetes oldalán, az online adatbázisban mindenki nyomon követheti a madarak életét. Kezdődik a sportpercek. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! Forra levegő Gálos Roland körül. A Mogyi Felsővárosi Ökölvívó Ese válogatott sportolója és a Honi Szövetség között megromlott a viszony, az ügy hátterében az olimpia és az arra történő kijutás áll. Az ökölvívó minden esetre készül az évvégi magyar bajnokságra. Az év elején még jó esély volt rá, hogy Gálos Roland kijuthat a riói olimpiára. A fiatal sportolónak nem sikerült jól az Európa-bajnokság, azonban a Bakuban rendezett kvalifikációs viadalom még megszerezhette volna a jogot az indulásra. Ide azonban nem őt, hanem egy másik sportolót nevezett a Magyar Szövetség. Igen, rosszul éltem meg, mert sajnos nem vitt ki a szövetségem az utolsó kvalifikációs versenyt, mert nem jelentem meg az 5-7-es edzőtáborba, mert a vizsgámra készültem, az edzővizsgámra, mi hál' Isten sikerült, és 5-ös levizsgáztam, és sajnos azt vitték ki az én súlyomba, Varga Mikit vitték itt, akit már kétszer megvertem a magyaron, és a második fordulóba kiesett. És még annyit kell tudni, hogy most a mi 2015-os olimpián az én súlyomban a brazil nyerte meg, akit 2-1-es pontozással megvertem. Sőt, az olimpiai bronzérmes mongol versenyzőt a debreceni bocskai kupán technikai KO-val győzte le Roland. Ha ezt nézzük, akkor nem vallott volna szégyent Roland az ötkarikás játékokon. A másik nagy problémát az anyagi háttér jelenti, hiszen a sportoló január óta nem kap juttatást a munkájáért. Ha ez mind megoldott lenne, Akkor azt mondja az ember, hogy bátran meri tovább vállalni azt, hogy ne a gyűrűsten, ugye a 20-as Tokiói olimpiára is fel tudjuk készíteni a Rolit, meg a Viktort is, és ha hozzácsapódik még valaki. Ellenkező esetben pedig, ha évvégét nem fognak változások ugye a magyar bajnokság után bekövetkezni, akkor valószínű, hogy hát nem merem még kijelenteni, de a profi box fele is kacsingatunk. A jövő tehát még képlékeny, több lehetőség is szóba jöhet. Roland elmondta, szíve szerint a következő olimpiáig még maradna az amatőrök között, de ha úgy hozza a sors, hogy profinak kell állni, akkor azt is vállalni fogja. A sportpercek végén köszönöm figyelmüket, holnap este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden.
Felújítást követően teljesen megújult környezet várja szeptembertől a Templom utcai óvodába járó gyerekeket. Támogatott autóvásárlás, jelentős segítséget kaphatnak a gépjárművásárlás előtt álló mozgáskorlátozottak. Pofonváltás a ringen kívül. Gálos Rolandtól a Honi Szövetség elvette az olimpiai kijutás lehetőségét, a sportoló fontos döntések előtt áll. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Köszönöm figyelmüket, legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Pénteken országszerte napos, csapadékmentes idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel. A keleti szél elsősorban az Alföldön lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok közt várható.